Kovács Ernő, Bajszózó Marci. Zsákai László, Superior. Fülöp Kristóf, Rezultó. Deák Zoltán, Hurikán, majd pedig a Marci. Köszönözének segítünk, itt a Marci úgynevezett levádot fog bemutatni. A Superior földődődik a spanyol lépés fia Passzás, a Hurikán Capriolt, a Manó, Marcu Majszózó Manó Kurbetot, a Rezultó spanyol lépés fia Passzás és Kurbet. A túloldalon a Marci a levádot éppen most fejezte be. Középen a Rezultó a spanyol lépés. Ismét egy levád. És itt gyönyörű Capriolt a Superior részéről. Ilyet Herezbe láthatnak a királyi spanyol iskolában, valamint Bécsben, a bécsi spanyol iskolában, valamint nálunk, itt a Mágyos udvarházban. Ez egy nagyon nehéz figyelő, de a Capriol, amikor a ló elugrik a földről, a levegőben rúg egyet, és négy lábra leérkezik. Itt az egyensúlyát megkeresi a Marci, és beül a hátsó csánkjáig. Csak 10 év fölötti lovak tudják ezeket a diszko, úgynevezett diszkolóugrásokat. Erre betalítani a lovakat nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És megjött a Majszózó Manó, egyik alapítóménünk. Most 17 éves, amik Kurbetot fog bemutatni. Egyszerre volt látható a Manó, ez a Rezultó. Egy nehéz figura a Kovács Ernő részéről, amikor középen fal nélkül is meg tudja csinálni a ló. A gyönyörű levádot. És a Kurbet a Manó részéről. A 17 éves lipicai fedezőmén. És a Rezultó.
és középen is a levág. És nagyon köszönjük a bemutatót Kovács Ernőnek és a Martinak, Deák Zoltánnak, a Manónak és a Hurikánnak, Fülöp Kristófnak a Regótóval, és a Superiorra, a Zsákai Lászlónak. Köszönjük tapsaikat!